Idén a komáromi monostori erődben rendezték meg hazánk legnívósabb pálinka versenyét, a Pálinka Ország Kóstolót. A többnapos verseny május 28-án kezdődött. A zsűri célja az volt, hogy megtalálja a 2018 legjobb pálinkáját, és felhívja a figyelmet a minőségi pálinka fogyasztásra. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott többek között Cuniné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, és dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere is. Többen mondták itt a vendégeink közül, hiszen nagyon kevés Komárom, itt látok most ide, ez így is van rendjén, hogy van, aki először jár városunkban, sőt, van, aki először jár itt a komáromi monostori erődben. Hogy engedjék meg, hogy néhány szót nagyon röviden mondjak a városról, Komáromról. Az egyik, hogy az Erődök városába érkezik, hiszen itt a dél-komáromi városrészen három erőd található, ez a legimpozánsabb, a monostori erőd, ami 1850-től 71-ig épült, és 64 hektáron fekszik. Az erődrendszernek tényleg a legnagyobb tagja, az Igmándi erőd és a Csillag erőd, ahol szintén egy nagy fejlesztés és beruházás zajlik most jelenleg a Liget projekt részeként a Szépművészeti Múzeum égisze alatt, a másik nagyon szép erődünk. És a klasszikus régi öreg vár, amit Klapka védett, az pedig Észak-Komáromban található az úgynevezett nádor vonalon, ami a erődrendszerünknek a védelmét szolgálja, és nagyon bízunk benne, az a törekvésünk, hogy a monostori erőd, illetve a maga a komáromi erődrendszer előbb-utóbb, reméljük, hogy minél előbb, a világörökség részét képezze majd. A pálinka presztízsének elmúlt években tapasztalt növekedése példaértékű. A termék minőségéből nem lehet engedni, és a kiváló minőség után az eredetjelölések használata tovább emelheti az ital rangját, mondta Nagy István, agrárminiszter. Hiszen annyi mindenre van itt kocintani való okunk, hiszen polgármester úr is, képviselő asszony is olyan sok szép sikerről számolhatott be itt ebben a városban, hogy méltó a hely a kocintásra. És ha már méltó a hely a kocintásra, akkor méltónak kell lenni annak is, amivel kocintani akarunk, és nincs is erre jobb dolog, mint egy kiváló pálinka. Hallhattuk, hogy történelmi városban, történelmi helyszínen vagyunk, és én azt kell mondjam önnek, hogy egy olyan terméket hoztunk, ami történelmet írt az elmúlt időszakban. Hiszen a magyar pálinka utóbbi évtizedes története az aranylapokra kívánkozik, hiszen mindaz, amit ezzel a termékkel sikerült elérni az elmúlt időszakban, arra minden magyar gazda és pálinkával foglalkozó ember büszke lehet. Fogalmazhat még kicsit tágabban is, minden magyar ember szerte a világon büszke lehet. És itt vagyunk ebben az erődben, mutatja az is, hogy mekkora bástyák, mekkora védvonalak szükségesek ahhoz, hogy ez a kiváló termék szerte a világban hirdethesse mindazt az eredményt, mindazt a lehetőséget, amit maga a pálinka képvisel. Óriási felelősségünk van, hiszen ha bárhová megyünk a világban, onnan tudják, hogy magyarok vagyunk, rögtön ránk mondanak három szót. Puskás, Gulyás, és tuti biztos, harmadik a pálinka. Ha ez így van, akkor ez óriási felelősséget is ró ránk, hiszen bennünket jelez, bennünket jelképez, szerte a magyarokat a világban ez a termék. Ezért különleges bánásmódot is igényel. És az egy annyira jó dolog, hogy sikerült abba egyetérteni, hogy a minőségből nem lehet engedni. És amikor ezt sikerült eldönteni, onnantól egy olyan emelkedő pályán van maga a pálinka, amire példa nem volt még a magyar gasztronómiában. És látjuk a következő lépést. Most már kiváló a minőség, akkor elkezdünk vigyázni arra, hogy hogyan lesznek eredet megjelölésű termékei. Hogy a helyi sajátosságokat hogyan tudjuk bevinni. Hiszen ez végtelenül fontos, hogy ezek a helyi eredet megjelölések meglegyenek, mert akkor vigyázunk rá, akkor még jobban a sajátunknak érezzük, még inkább a miénk, még inkább magyar terméknek tudjuk mondani. Én azt gondolom, hogy az a gyűjtemény, amit kiválóságok könyvével meg tudunk jeleníteni, és most már elektronikus formában is hozzáférhetővé válik. Az, hogy az országkóstolóval egyetemben tudjuk mindezt megtenni, egy olyan nívót, egy olyan presztízst ad szerte az országban és határokon túl is ennek a terméknek, amelyre méltán lehetünk büszkék. Én azt kívánom,
mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, hogy ezt a jó szokását tartsa meg. És ez legyen az iránytünk a jövőben is. A minőségből engedni nem lehet, mert a pálinkának a további sikerét, a gasztronómiában elért szerepét és lehetőségeit ez fogja meghatározni. Hogyan tudunk egyedi arcot, egyedi karaktert nyújtani és biztosítani ennek a terméknek? Hogyan tud ez egyre inkább, még inkább a miénk lenni teljes egészében? Azt kívánom, hogy akkor, amikor ilyen szép sikerek vannak, légyen ez egy város életében, vagy a magánéletünkben, legyen otthon mindig egy jó pálinkánk, amire kocintunk, mert az szívet, testet, lelket megnyitő jó érzést fog okozni, és hogyha tudjuk, hogy ez teljes egészében a miénk, tudjuk, hogy igen, kiváló, tudjuk, hogy csak a legjobb alapanyagból lehet, a legjobb szakértelemmel lehet elkészíteni, akkor azt is tudhatjuk, hogy egy kiváló minőséggel ajándékozzuk meg magunkat és barátunkat. Kössön össze bennünket minden egyes ilyen kocintás, emlékeztessen magyarságunk nagyságára, emlékeztessen arra, hogy mit tudunk mi így közösen barátságban létrehozni Duna egyik oldalán, vagy akár a másik oldalán. A többnapos versenyen 25 bíró egységes szempontok alapján igyekezett megtalálni 2018 legjobb pálinkáját. Az országkóstolóról Mihályi Lászlót, a Pálinka Nemzeti Tanács elnökét kérdeztük. Tulajdonképpen ez a Pálinka Nemzeti Tanács országos pálinka és törköly pálinka versenye, és az erre épülő pálinka kiválóság program, amit pedig a minisztérium jegyez. Körülbelül egy 4 éve dolgozunk így együtt. Volt ez a verseny előző évben például Esztergomba, azelőtt Mezőkövesden, Budapesten, úgyhogy körülbelül 4 éve rendezzük így együtt ezt a versenyt. Idén miért éppen Komárom? Komárom? Hát egy picit azért, mert én esztergomi vagyok, és próbáltam a megyébe tartani ezt a lehetőséget. Megkerestem polgármester urat, és ők rögtön azt gondolták, hogy itt a Monostori erődben szép körülmények között tudnánk megrendezni ezt a versenyt. Hogyan zajlik egy ilyen verseny? Csak kereskedelmi főzdék nevezhetnek erre a versenyre. Az első és legfontosabb, hogy rögtön egy nébik vizsgálat van, ami egy teljes analitikai vizsgálat. Minden megfelelőséget megnéznek a pálinkában. Majd utána egy kiválasztó tréningen kiválasztjuk azokat a bírálókat, akik éppen a legjobban teljesítenek. A mostani verseny előtti bírálaton körülbelül 60-65 bíráló vett részt, akik az országos listán fent vannak. Azok közül választottuk ki azt a 20-21 embert, akik most itt fognak bírálni. Mennyi pálinkával neveztek az idei versenyre? Az idei versenyben egy picit kevesebb pálinka érkezett, mint tavaly, most 310 minta érkezett, viszont több főzde nevezett, mint az előző években, majdnem 50 főzde nevezett az idei megmérettetésre. Milyen szempontok alapján bírálnak a bírálók? A hagyományos 20 pontos rendszert használjuk, ugye a pálinka íz és illatanyagait keresik, legjobban arra az adott gyümölcsre hajazzon, amelyikből készült. Mikorra lesznek meg az eredmények? Az eredmények tulajdonképpen 3 nap múlva már meg lesznek, de ezt 3-4 emberen kívül nem tudja senki. Majd pont egy hónap múlva, június 28-án a parlament felsőházi termében lesz a díjátadó, és ott derül ki a nyilvánosság számára, hogy ki milyen eredményt ért el, ki lett az ország pálinkája, ki lett a legeredményesebb főzde.